Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, én Ráker Andrá vagyok, és ez pedig a Pünkösdi nap híre. Nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, akik továbbra is követnek és hallgatnak bennünket. Köszönjük a Rumble feliratkozásokat is, aki esetleg nem vette még észre, az Odyssey-n is fenn vannak a videóim. Az a legelejétől fogva szinte szinkronizálva van a csatornával, hogyha valakinek nem elérhető a Rumble, akkor az Odyssey-n is megkereshet nyugodtan bennünket, és ott is fel lehet iratkozni a csatornára. Ugye próbálkozunk mindenhol átmenteni az információkat, meg a videókat, hogyha olyan helyzet állna elő, bár ez egy előre, hála Istennek, nem fenyeget bennünket. Nyilván trükközünk folyamatosan. Most is egy kicsit lehet, hogy félrevezető volt a cím, de ez így egyszerűbb, mint hogyha az ember tényleg kiírja, hogy miről van szó konkrétan a videóban. Megígértem ugyan, vagy legalábbis annyit mondtam, hogy remélem, hogy össze tudjuk hozni, hogy beszélgetünk majd a férjemmel, ami késik, nem múlik, de ugye most a hétvége azért egészen a családról és a pihenésről szólt, és úgy döntöttem, hogy nem bolygatom azzal, hogy fel kelljen hajnalban pünköstkor azért, hogy felvételt készítsünk. Így most be kell érniük csak velem, de nagyon készülünk rá, hogy leülünk megint, és átbeszélünk néhány olyan hírt, ami mind a kettőnket nagyon foglalkoztat, és azért szerintem nagyon érdekes beszélgetés lesz, mert vannak azért olyan kérdések, amiben nem feltétlenül értünk egyet teljesen. Szóval legyenek türelemmel, igyekszünk ezt is majd bepótolni. Én nagyon örülnék neki, hogyha ebből is rendszeres műsor lenne, de hát az az igazság, hogy most még minden nagyon képlékeny a csatornával kapcsolatosan. Szóval, ahogy mondtam, egy hírcsokor lenne a téma, vagy legalábbis több hír, ami sajnos nem egyértelműen kiírható, de szeretnék beszélni például Jane Fondáról, hogy a fehér férfiaknak tulajdonítja a klímakatasztrófát, és azt akarja, hogy őket mindenképpen zárjuk be. Meg szeretnék a török választásnak az ideológiai hátteréről is beszélni egy kicsit, meg az adósságplafon kérdésről Amerikában. Szóval megállja a helyét, hogy ez egy hírcsokor. Tehát a múltkori Erdoğanos videóm is azonnal lekorlátozásra került, pedig igazából ez egy olyan téma, tehát nem értem, hogy mi a problémája a YouTube-nak Erdoğannal. Bár nyilván értem, de az az igazság, hogy arról beszámolni, hogy megnyerte a választásokat, az szerintem egy teljesen általános dolog, az semmiféle ideológiai támogatást, vagy bármilyen olyan extra hozzáadott értéket nem tartalmaz, ami miatt a YouTube-nak ezen ennyire fel kellett volna háborodnia, mégis ez történt. Szóval ehhez a videóhoz nem írom ki azt, hogy erről is fogok beszélni, hogy Erdoğan megnyerte végül is a második fordulót is. Vasárnap elmondott egy győzelmi beszédet, és már szinte minden államfő, kormányfő a világon, beleértve a tálibokat is, gratulált neki ehhez. Nagyon úgy tűnik, hogy folytonos lesz a hatalom Törökországban, és ugye itt is inkább az ideológiai részére szeretnék rámenni, mert ennek a videónak is ez lenne a központi eleme. Ugye mostanában nagyon sok olyan ügy történik, ami nem kifejezetten pozitív. A gender téma is nagyon-nagyon előtérbe van helyezve, de úgy tűnik, hogy van egy nagy erős ellenállás az emberekben. Ugye Erdoğan azt is elmondta a győzelmi beszédében, hogy nem engedi meg, hogy a melegjogi aktivisták, meg a melegek beszivárogjanak a pártjába, meg az ellenzéki pártba sem. Ugye a Kilicdaroglu, aki az ellenfele volt, aki majdnem legyőzte ugye az első fordulóban, ő egy bevallottan melegpárti vagy melegeket támogató politikus. Ugye ez hozzátartozik ahhoz a képhez, amit magáról szeretett volna kialakítani, mégpedig ahhoz, hogy támogatja újra a Kemal Atatürk féle válasszuk el az államot és az egyházat egymástól. Tehát ő egy ilyen szekuláris államot szeretett volna megvalósítani, ami egyébként nem feltétlenül lett volna rossz dolog. Csak ugye a politikusok nem értik azt, hogy az, hogy valaki nem vallásos, az nem feltétlenül jár együtt azzal, hogy akkor el kell menni a másik extrémbe, és akkor bele kell venni mindenhova a meleg jogokat. Ezeket a jogokat viszont valójában nem ennyire direkt módon képviseli ez az ember, bár ez is benne van nyilvánvalóan a programjában. De ugye, amiről Erdoğan beszél, az a 2011-ben létrehozott 45 ország által aláírt isztambuli egyezmény, amiből Törökország ugye 2021-ben kilépett.
És arról volt szó, hogy a Kilicdaroglu, hogyha megnyeri a választásokat, akkor természetesen újra csatlakoztatja az országot ehhez az isztambuli egyezményhez. Tehát ez alapvetően egy feminista dokumentum, a nők jogairól szól, arról, hogy a nőket nem lehet elnyomni, és hogy pozícióba kell őket helyezni, hogy legyen lehetőségük mindenféle dolgokat vállalni a közéletben például. És ugye Törökország azért lépett ki belőle 2021-ben, mert hogy elkezdtek felsorolni ezzel kapcsolatosan biológiai férfiakat is, akik egyébként nőként határozzák meg magukat, tehát Erdoğan azt kijelentette, hogy ugye ez most megint ezt a fajta aktivitást, tehát ezt a jogvédelmet, ezt elrabolják a LMBTQ aktivisták, és hogy itt megint egy nagy irányváltás fog történni, és ezért Törökország ebben már nem akar részt venni. És hát úgy tűnik, hogy azért mégiscsak van egy támogatottsága Erdoğannak, akkor is, hogyha mindenki azt hiszi, hogy ez pontosan ugyanúgy működött, mint ahogy a Lukasenkát meg szokták választani. De nagyon magas volt a választási részvétel, és ugye lehetett látni például Németországban, a németországi törökök azok egyértelműen Erdoğan támogatják, és azt nem lehet kijelenteni, hogy egyébként nincsen neki társadalmi bázisa. Tehát lehet, hogy nem szeretik a nyugati politikusok, mert nagyon kemény vonalas, és igazából tényleg nagyon következetesen azt csinálja, amit egyébként a legelején elmondott, és az nem fér össze az, ezzel a nagy liberális masszával, ami most az európai meg az észak-amerikai politizálást jellemzi, hanem van egy nagyon erős ideológiai elfogultsága, ami természetesen azért veszélyes is, mert az iszlám az egy nagyon durva meghajtó erő minden egyes politikai szándék mögött. Tehát ez nem feltétlenül 100%-ig jó, de ezeket a fajta politikusokat nem kifejezetten szeretik a nyugatiak, mert ugye nem idomulnak. És akkor mindenki gratulált, természetesen Manfred Weber már nem maradhatott ki a károgók sorából, és elmondta, hogy abba kell hagyni a csatlakozási tárgyalásokat Törökországgal. És hát ugye ez megint mutatja ezt a nagyon erős kettős mércét, ahogy ezt megláttam, mondom, jaha, és akkor Ukrajnát meg azonnal fel kell venni természetesen, ahol ugye a kisebbségek elnyomása az valami hihetetlen erős, és nem csak a magyar kisebbségé, hanem az oroszé, ugye ebből következik a konfliktus alapvetően, de az összes többi kisebbségé is, és ezt nem lehet egyébként letagadni, de ugye ilyen szinten nem érdekli az Európai Uniót ez, hanem természetes, hogy akkor annyira sajnáljuk őket, hogy vegyük fel őket az Európai Unióba, aztán oldjuk meg a problémáikat, mint ahogy meg kéne oldani az olaszok problémáit, gazdasági kérdésekbe, a görögökét, de hát természetes, hogy itt ilyen végtelen erőforrások vannak, csak ugye azt nézik be ebben az egész kérdésben, hogy mi nem Amerika vagyunk, akik egyébként úgy nyomtatják a dollárt, ahogy akarják, hanem itt végesek a források, és ráadásul él itt már egy nagyon-nagyon nagy létszámú lakosság, akinek a jogai azok valószínűleg előrébb valók kellenének, hogy legyenek, mint egy ilyen idegen ország jogai, vagy az ő polgáraik jogai, és hát szerintem humanitárius oldalon, amit tudunk, megteszünk mi is. Az egész teljesen félre van csúszva, és hát Erdoğan alapvetően nagyon-nagyon fontos tényező ebben a menekült témában. Ha innen nézzük, ugye emlékszünk rá, hogy az Európai Unió annak idején, még Angela Merkel idejében kötött vele egy megállapodást, hogy nagy összegekkel támogatja a menekült kérdésnek a megoldását Törökországban az Európai Unió, hogy ne engedjék át egyszerűen Görögország felé a menekült áradatot, és ez azért belpolitikailag nagyon nehéz helyzetbe is hozta Erdoğant, mert azért most képzeljük el, ott van több millió menekült ilyen sátortáborokban, vagy menekülttáborokban. Azért, hogyha az éveken keresztül így van, akkor a helyi lakosság azért egy idő után kifejezetten elégedetlen lesz emiatt, hogy miért nem oldódik már meg. És hát most Erdoğannak volt több olyan akciója is, hogy például a Szíriában házakat épített, vagy ilyen lakóprojekteket építettek a törökök. Szóval próbálják megoldani, hogy minél több menekültnek legyen megteremtve a lehetősége arra, hogy hazamenjen, tehát szerintem ez egy jó kezelt menekült kérdés. És hát elfogadja tőlünk a pénzt az Európai Uniótól, hogy ne engedje át tovább azokat a menekülteket, akik egyébként teljesen bevallottan mondjuk Dániába vagy Svédországba készülnek, és ez meg jó nekünk. Tehát innentől kezdve szerintem megint csak
egy olyan politikust ekézni, aki alapvetően együttműködik, meg lehet, hogy gazdasági érdekek mentén, de azért megtartja a szavát, az szerintem egy hihetetlenül nagy ostobaság. De hát ezt láttuk már más szempontból is ezektől a politikusoktól sajnos. Minden esetre a Stoltenberg, meg a többiek pozitívan értékelték, mindenki örült, hogy kiszámítható marad a kapcsolat Törökországgal, nem változik alapvetően semmi, és hát lehet, hogy Erdoğannak sikerül majd valamiféle közvetítő szerepet magáévá tenni az ukrán-orosz konfliktusban is, bár annak a megoldása sajnos nem ő, nem az ő kezében van, és hát nem is nagyon hisszük, hogy, vagy hát én például nem gondolom, hogy Erdoğan ezt ki tudná tárgyalni. Ugye addig, amíg az Egyesült Államok le nem ül az a tárgyalóasztalhoz az oroszokkal, addig ez nem fog megoldódni sajnos. És hát addig, amíg Kevin McCarthy megállapodásokat köt Joe Bidennel, aki egyébként legendásan nem szavatartó ember, addig meg nem is fog megoldódni ez az egész, mert ugye nyilvánvaló, hogy nem engedik csődbe menni az amerikai költségvetést, tehát most is történt megállapodás, vagyis folyamatban van. A Twitteren például egyébként McCarthy folyamatosan közvetíti, hogy mi történik ezzel az adósságplafonos dologgal, de hát már mindenki felrótta neki, hogy egy gerinctelen valaki, mert hogy igazából nem tud lényegi váltást kikényszeríteni. Tehát megígérnek mindent, aláírják az adósságplafon emelést, ezt megy minden úgy tovább, mint ahogy előtte. Tehát nem túl hiteles már ez az egész cirkusz, ami körül van, de mindegy, ez csak egy ilyen oldalág. És hogyha megnézzük, akkor hát nyilván a törökök azok valószínűleg nem kifejezetten nagy LMBTQ aktivisták, és lehet, hogy a szekuláris államban ez megfért volna, de szerintem szerencséjük van, hogy ez nem türemkedik be ennyire, vagy továbbra is kénytelenek ilyen úgymond búvópatakként valahogy létezni, mert ez szerintem, hogyha beszivárog magas szinten, akkor teljesen tönkre teszi a nagy többségnek a jogait, és ezt lehet látni minden szinten, az európai politikában lehet látni, az Egyesült Államokban, és hát, hogyha visszanézzük azokat a videókat, amiket a Targetről például, vagy a Bud Lightról csináltam, egyértelműen látszik, hogy van az amerikai társadalomban is egy óriási ellenálló erő, tehát azért nem lehet velük sem mindent megcsinálni, hála Istennek, ez azért kifejezetten nagy reménységre adott okot, de hát továbbra is tele van az amerikai közélet idiótákkal. Ugye most a legutóbbi a Cannes Film Fesztiválon Jane Fonda közölte mindenkivel a beszédében, hogy a fehér férfiakat be kellene börtönözni, mert lényegében az egész klímaváltozásért, meg a klímakatasztrófáért azért a fehér férfiak felelősek, és ugye 8 évünk van kb., hogy megfeleződjön a föld lakossága, és hogy felszámoljuk a foszilis energiahordozóknak a felhasználását. Hát így hallgattam, és azon gondolkoztam, hogy hát igen, az a helyzet, hogy amikor valakinek nincsen dolga, meg nem tud igazából feladatokat végrehajtani, mert nincs körülötte se unoka, se olyan, mint egy normális idősnek, aki ugye a családjával foglalkozik, meg kötöget, meg olvas, meg minden, már pihen. Tehát, hogyha valakinek be van csípődve ez az egész téma, mondjuk a Jane Fonda alapvetően is egy ilyen hírhet nagy állatvédő aktivista, és hát egy kicsit extrém módon túltolja ezt a dolgot. Tehát az itt is látszik, hogy nyilván meg kéne felezni a föld lakosságát. Hát igen, na most ezt hogyan tudják kivitelezni? Úgy tudnák kivitelezni, hogyha ledobnak atombombát Indiába meg Kínába, mert akkor ott az már magában, mit tudom én, 4 milliárd. De mindegy is. Tehát az ott már összességében teljes egészében megoldaná ezt a hatalmas problémát. Ugye az embernek van a legnagyobb ökológiai lábnyoma, hogyha ezt megvizsgáljuk, akkor mi vagyunk a legkörnyezetszennyezőbbek az egész világon, és az, hogy gyereket vállal az ember, az aztán a legdurvább környezetvédelmi sértés vagy vétség, amit el lehet követni. Most nyilván nagyon kisarkítva ezt mondják ezek az aktivisták, szóval ez természetesen ne értsék félre, nem az én véleményem. És akkor ugye megint, ha megnézzük, hogy jó dolgukban ezeknek már nincsen igazából semmilyen korlátjuk, vagy ítélő képességük, tehát ez is ilyen sajnálatra méltó, és akkor természetesen ő, mint fehér nő, ő nem felelős semmiért, mert csak a férfiak a felelősek mindenért, tehát ez megint olyan, mint amikor elválik valaki, és akkor mutogat újjal a másikra, hogy te vagy a hibás, az meg erre, hogy te vagy a hibás, és akkor igazából félúton van az igazság, mert mindenki hibás.
Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az ilyenfajta extrémizmus az borzasztóan veszélyes, és ráadásul, hogyha csak egy népcsoporttal szemben vagyunk kirekesztőek, azt meg láttuk, hogy az hova fut ki a második világháború alatt, és igazából ebből a szempontból mindegy, hogy a zsidóságot kivel helyettesítjük, mert ugye hát a fehér férfiakkal akkor pontosan ugyanolyan pusztító az egész, és akkor a fehér férfiak nyakába kell varni a klímakatasztrófát. Tehát az egész abszolút látszik, hogy egy ilyen hihetetlen mérő jövő gyűlölet táplálja ezt a dolgot, és hát látszik, hogy az ilyenfajta aktivizmus az egyszerűen mindig is veszélyes volt. Mi is néztünk a múltkor a valamelyik hírportálon egy videót, hogy egy csomó fiatal egy grill csirkéző előtt felállt, és akkor ilyen táblákat tartva arról beszélt az egyik, hogy az anyákat minden nap támadás éri, és azért, hogy a tepségbe kerüljenek, és akkor így néztünk, hogy mondom, mi van a tyúkokat anyáknak nevezni, és akkor ezzel a módszerrel, tehát ez egy olyan mérhetetlen ostobaság, hogy az ember egyszerűen így nem is nagyon érti, hogy honnan szedik ezt a sok hülyeséget. De mégis ez van. Tehát megnézzük, ez a Jane Fonda az már veterán, de például a letzte generáción Németországban, vagy itt nálunk ezek a drága Greenpeace-es aktivisták, a soha le nem bomló sárga műanyag esőkabátjukban, ezek mind-mind valamiféle anarchiát próbálnak megvalósítani. És hogyha mögé nézünk, ugye írtam a hetekbe erről annak idején egy cikket, akkor egyértelműen látszik, hogy kik finanszírozzák őket. Hát elnézést, hogy egy kicsit csapongtam, de nagyon sok fontos téma van, amiről kell beszélni. Az aktivista téma, ez igazából nagyon-nagyon be van csípődve nekem, és borzasztóan rossz, hogy az emberek extrém módon próbálják ráerőltetni az akaratukat valaki másra. Tehát lehet, hogy a párbeszéd az sokkal jobb lenne, de erre ebben a mai korban már szinte egyáltalán senki nem képes. Legyen nagyon szép napjuk, vigyázzanak magukra, és a jövő héten, vagyis hát ezen a héten a továbbiakban is találkozunk majd. Addig is minden jót, a viszonthallásra!